Nem szoktam nagyon végignézni, szoktam sok játékról videót nézni, de nem nézem végig, az a baj. Értem. Mondjuk nem is tudom, minek néztem. Mondjuk a GTA 5-nek a sztoriát azt kívülről tudtam, mert 6-szor kijátszottam. Hát ez így csúnyán összekaptunk, ajajaj, nem így terveztem. De igazából pont a játék végénél tartok. Ne. Amikor izé a bátyánk meghalt, mert megbíztunk egy csávóba, akiről azt hittük, hogy ugyanúgy a izé ellen van, fő boss ellen. Ez szövetkezett veled, csak hogy békén hagyják. És így minket csapdába Ha. ejtett. Ez szinte mindegyik játékban ez van, van egy főbossz. Nem jut eszembe, pedig volt egy játék, amit még végig is néztem az egész játék sztorit, csak nem tudom mi volt benne. Mi volt a neve inkább is. Ezek tényleg köcsögök. Gránátot dobtak rám. Honnan lőnek? Na nézzük a szignált. Annak a játéknak nem tudod a nevét, amelyikben a sztoriában úgy van, hogy a kislány beadnak így az éppen a borba, és akkor így ott valami szuper képessége van, vagyis ilyen szellem, a testvére meg van halva, és akkor azt lássa ő vagy. Beyond Souls. Arra gondolsz? Az. Igen, igen, Lehet, igen. hogy az. Az is egy jó játék szerintem. Az egy baromi jó játék. Abba teljesen igazad van. Az 100%, hogy egyszer meg fogom venni, és én is kijátszom. Egyszer már Az elkezdtem mit tudod? PS2-n. Az tök mindegy, jobb, hogyha játszol vele, mint nézed. Játszani vele teljesen más. Mondjuk abban elég érdekes sztori van, de jó. Indiánokkal meg ilyenekkel találkozó benne. Igen, sok érdekes. Vagy Skifi, tehát maga a játék a Skifi teljesen, én azt mondom. ja, de jóféle legalább, nem az a szar. Azt tudom, hogy azt végignéztem, azt mindig vártam a következő részt abból. Hát ott igazából a történetben majd kiderül az. Most tervezed majd megvenni azt a játékot és kijátszani? Lehet. Gondolkodok azért. Meg kéne valami játékot vegyek. Oké, mert akkor Mert nem mondom mások. inkább, mert annál tudja, hogy lesz magyarosítás. Legalábbis remélem, hogy lesz. És akkor Egész nem... sztorit láttam egyébként. Tudom, hogy van a sztori szinte. Csak már régen játszottam, az volt a Ja, baj. jó, oké. Szóval nagyon sokat nem tudsz spoilerezni, de kurvára bejön az a játék. Hát nem is tudom, az nekem is bejön. Rohadtul. És tehát maga az ugye, hogy halva születtetek. Most hát született az öcséd. A És testvéred. igen, és azért van ugye Nem a bátyja az. De a bátyád. Mert igazából ikrek voltatok. Nem az öcsém. Ikrek voltatok, csak ő Szájában halva nem az. született.
És halva született, és Mi? ezért van az, hogy a küldőköthöz van így egy kötelék. Kell. Hozzá van kötve, és nem szabad. És ezért néha dühös. Ugye, ahogy a játék elején mondja is kiskorában, hogy nem tud elmenni, és ezért néha dühös. És akkor mondták, hogy le tudnád-e rajzolni-e, hogy milyen ez a dolog. És akkor lerajzoltad magadat, köteléket, meg egy ilyen fekete, ilyen bumszlit, csak úgy. Hogy hogy képzeled előtt. Itt egy árnyat. Egy zsinórral, ami hozzád van kötve. Ja, azt tudom, hogy a végén találkozik vele. Hogy volt egy választás, hogy vele megy, vagy nem megy vele. Igen, amikor a laborba vagytok bent. És ott a Igen. labor felrobban, vagy mi volt ott? Hát ott a... Mert a csávó, aki maga veled foglalkozott, annak meghalt a lánya, meg a felesége autóbalesetben. És egyszer, még kiskorodban fogtad be, és benyomattad magadat a helyükbe, és akkor engedted, hogy megszállják a lelkedet, most megszállják a testedet, és Ja, igen, és beszélhessenek. akkor beszélt velük. Na, és akkor ezt az idős faszi, idősebb korára alkotott egy gépet, amivel megkötötte ezt a kettő lelkét, a lányát, meg a feleségének a lelkét. És amikor újra megkért, hogy hadd Ja, igen, beszélhess velük, akkor mondta, hogy te szemét engedj el minket, stb. Lett belőle egy balhé, és megnyílt az a kapu, ahol a lelkek vannak. És ott, mivel ott vannak a lelkek, így hát megláttad a bátyát, és akkor dönthettél, ugye, hogy most vele mész, te is meghalsz és vele élsz, vagy inkább hagyod és te élsz tovább. Akitől én néztem, nem mondom meg ki, ő azt mondta, hogy él tovább. ja, én akitől néztem, az választotta, hogy nem él tovább. Vagy te. Ja, ő is azt választotta, hogy él tovább. Azt hiszem. Szoktad a Geri live-jait nézni? Gerének a live-ét? Aha. Soha! Nem is tudtam, hogy ő szokott live-olni. Mármint milyen Gerének a Fortnite-ról live-jait? szokott néha. A Gerét? Geri Mask-ről. Ah, Gary Mask, tudod, aki felolvast, hogy ez mire jó, Tudom, tudom. mivel felbasz, Tudom. melyikkel mindenkit felbaszott. Engem azért annyira nem, de én Jó, tényleg arra semmi, nem voltam tudom, mindegy, kíváncsi. ahol itt tud. Hát De tényleg utána elmondta, hogy mire jó? Így utólag visszatérve arra. ön azt elmondta, hogy mire jó. Nagyon sokszor. De hogy mi az? Ja, hogy mi az? Azt elmondta. Azt nem. Hanem helyette még egyszer felsorolta, hogy mire jó. Egyébként ez a kondizás volt. Mi a kondizás? Aha. A gyerek nagyon szeret kondizni. Ja, azt tudom. Jaj, ideje lenne nekem is már kezdeni. Azt így 2 méteres izomállat leszek. És az, amit érzem. Hát nem tudom. Elmondom neked. A Geri azzal, hogy kigyúrja magát, azzal a utca kurvára fogja vonzani. Jobban. Mi? De azzal, hogy kigyúrja magát, azzal az utca kurvára fogja vonzani. Ezt nem mondod, Instagramon ráír mindenki. Minden lány. Engem kit érdekel? Ha ő most egy faszopó akar lenni, akiket elítélek, mert csak kihasználják a lányok testét, és olyan akar lenni, akkor tegyed, de akkor ő nem a barátom. Hát jó.
Meg együtt elképzeltem. Tekegolyó van a vállán. Farokka. Júj. Most tényleg képzeled el a gerit lófarokkal. Még itt tekegolyót visz a táskáján mindig. De te golyóban mit ér el? Mondd már meg. Ilyen védjegy. Nem lenne menő, itt tekeg golyó van, és így... Én lófarok. Keménykedni. Most nem mondd már azt. Te mi csinálnál? Tényleg így nézne ki a Kerry. És összefutnál vele. Hát... Az tudja röhögni. Ezt nem tudnám megállni, ne röhögjél. First light. Miért röhögnél? A tekegolyó miatt. Nem lenne menő, ha egy tekegolyó lenne a vállán. És nem mondna azt, hogy nem lenne menő. Ha egy tekegolyó lók a válladon, vagy a táskádon. Ha valakire idős vagy, akkor csak így nyakon vágod vele. Van egy másik kamera. Rájöttem, hogy kamerával könnyebb csinálni a dolgokat, mint hogy bemenjek a területre. Egyből agyon lőnek ott. Én is nagyon sokszor így jártam már most a izébe. Az egybe. Ugyanígy, hogy lopakodni akarok, steal killelni, meg minden, de lebukok. A játék inkább azt akarja, hogy oldjam meg azzal, hogy kamerákkal, meg hogy bense vagyok a területen. Ja, tehát bense vagyok a területen. Bense vagy a területen. Bense vagyok a területen, de megcsinálom a feladatot. Hát jó. És az a baj, nem ehhez vagyok, nem ehhez vagyok hozzászokva egy játékban. És annyira nem, furcsa... Ahhoz, annyira... Ahhoz, hogy szétlősz mindent. Igen, tehát annyira furcsa ehhez hozzászokni. Nagyon nehéz. Nem, ahogy ezt időre kell csináljam. Ha leszofasz. Ne, megint kezdjem előről. Ez a játék szívott engem, de szó szerint. De azt még nem baszta agyon. Ja, azt már kétszer agyon baszta. Meg kéne jussak a területre. Ne, köcsök. Jó, akkor rambók leszünk. Akkor ilyen GTA-son bemegyünk ide. Köcsög, ne hív senkit. Ez a GTA stílus inkább bejön, mint az, hogy én lopakodjak, Isten őri. Valóságban is inkább feltűnően megyek. Cigány nótával.
erős. Innen hova? Tényleg ezt most a videót felvesz, a játékot, ahogy játszott, azt felszoktad venni ezeket tenni, vagy ezt nem? Vagy mi van? De, ezt felveszem. Ja, akkor jó. Ez akkor ez még akarom játszani. Ez szerintem ja, ez lesz utolsó videóm szerintem róla. Több nem is fog kelni. Ezzel próbálom végigránolni az egészet. Ja, végig is sieted akkor. Hát igen, ezt a részt próbálom végig sietni. Ó, nehogy már gulyaháló zseg legyen rajta. Ne! Ne kelljen előről kezdjem. Nem szeretném. Ne! Előről kell kezdeni. Hát, hogy így kellett volna csinálni. Esküszöm, hogy játék megegyszerűsíti nekem a dolgomat. Semmit, csak megjött az őrangyalom. A játékba? Igen. A többi angyalával együtt. Az jó vagy rossz? Az jó, pont hogy jó. Legalább nem nekem kellett a helikoptereket elintéznem, hanem elintézte nekem. De jön egy pár helikopter még, ahogy nézem. Majd azt a játékot is megnézem akkor, milyen. Most újra? Mi is adott? Nem. Yo, D, come here. You gotta come see this. És melyik Assassin's Creed? A legtöbbet szerintem a Brotherhood-tel játszottam. Még Xbox 360-on. Ó, én imádtam Assassin's Creed 2-t. Az nagyon nagy volt. Nem tudom, a Brotherhood-dal szerintem én elég sokat játszottam, valami 10-szer játszottam ki. De aztán jöttek is szépen sorba a többi, így elkezdtem azokkal is játszogatni. Aztán még ami nagyon megtetszett, az a Assassin's Creed 3.
azóta sajnálom, hogy az összes többiben nem tették bele a voltát. Aztán a Unity-t betették még bele újra. De oda a ilyen nagy voltákat. Igen, az egyen játszottam a kettővel, a Breath of the Revolution-nel, a hárommal, a négyel. A Rouge az kimaradt nekem. Hát a Black Flag. Ja, ja várjál, csak egy négy van. Akkor a Rouge az kimaradt, a Unity-vel játszottam, végigvittem Syndicate-et is végigvittem. És most jönne majd a új, az Origin. Nekem is az Origin-t ki kéne próbálni, mert az többi összes sem játszottam, csak nem mindegyiket játszottam végig. Mit mit kell csináljak? Én a Rogert, nem is tudom melyikeket játszottam végig. Nevükre majd nem teljesen emlékszek, azt tudom, hogy a Brotherhood-tól a Assassin's Creed 3, a Revolution volt az a másik, a csaj is volt, aznak nem tudom mi volt a neve, egy fejből. Black Flag, a Roach, a Unity, a Syndicate-tel is játszottam már. És az Origin-t akarom már azt megvenni még. Azon gondolkodok nagyon. Csak 20 000 forintot azért nem adok még ki. Még én sem. Azért még sokkal nem azt. Azért még nekem nem ér annyit az a játék. És a South Parkok? South Parkok?